Budapesti Komplex Szakképzési Centrum 15 iskolát tart fent, ebből két iskola, építőipari iskola. Mindkét tagintézményünkben felújításra kerülnek a falak, új festést kapnak, új padlóburkolatot, megújulnak a nyílászárók, és ezért köszönet a Baumitnak. Az adományozás, illetve bárkinek, vagy bármilyen jó ügynek a támogatása, az a Baumitnál már mondhatjuk azt, hogy hagyomány, nem csak Magyarországon, hanem a tulajdonosnak a szemléletében adódóan az egész nemzetközi cégcsoportnál. Az építőipari kivitelező képzéséhez is igyekszünk segítő szándékkal lépni. Konkrétan ez a támogatás két építőipari szakiskolának a felújítási munkájához kapcsolódik. Azokat a szaktantermeket újítjuk föl, illetve azokhoz adunk segítséget, ahol maga ez az oktatás zajlik, és azon túl, hogy a mi anyagainkkal véletlenül jó minőségben és tartósan készül el ez a felújítás, még különféle installációkat és így az oktatást segítő mintáknak az elkészítését is vállaltuk. Összességében egy régi épületről beszélünk, de elkerülhetetlen, hogy egy kicsit jobban hozzá kell nyúlni a felületekhez, egy általános tisztasági festésnél. Jelenleg az előkészületek zajlanak, a felület előkészítések. Átkapartuk, átnéztük a felületeket, a mozgó részeket ugyebár leszettük, lekapartuk. Ahol vakolatig kellett visszakaparni, ott egy vakolatszilárdítóval megerősítettük a felületet. Az összes többi részen, ahol csak a festék lett átkaparva, illetve egy durva csiszolást kapott, ott mély alapoztunk. A mélyebb részeket azokat kijavítottuk kézi munkavégzéssel, a Baumit Finofil kitöltőgletjével. Ezzel adtuk meg az alapot a későbbi gépi munkavégzésnek, amit Finish Max, illetve Finish Expert-tel fogunk fölvinni két rétegben. Az ezt követő munkafolyamat az a festés lesz, amit szintén gépi airless technológiával fogunk végezni, kettő rétegben. A Baumitnak a Divina Pro nevű festékét fogjuk használni erre a célra. Azt gondolom, hogy ha sikerül azt a generációt támogatni, akik most tanulnak és most indulnak majd a munkaerőpiacra és néhány éven belül kivitelezőként fognak dolgozni, hogyha az ő tudásukhoz és az általuk biztosított minőséghez hozzá tudtunk valamit adni, akkor már nem dolgoztunk hiába. Magas építő osztályba járok, és úgy jött ez a szakma, hogy édesapám az építőiparban dolgozik, és körülbelül 5-6 éves korom óta járok vele építkezésekre, és így a fejembe lett súlykolva eleinte, hogy építészmérnök legyek, utána már nekem is nagyon megtetszett ez a szakma, valamennyire értek is hozzá, otthon érzem magam ebben a szakmában, ezt szeretem. Úgy gondolom, hogy nagyon jól néznek ki ezek a diszpléjek, mivel előfordult olyan is már, hogy dolgozat közben ezekről puskáztam, és emiatt szereztem jobb jegyet, és segít megismerni a szakmát is, megismerni esetleg olyan dolgokat, amiket nem tudtam, ránézek ezekre, és ezekről egyszerűen beugrik a jó válasz.